Megújuló vidék, megújuló agrárium, szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Sárbogárdon folytatódott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének programsorozata. A találkozó témája az Unió által elfogadott közös agrárpolitika reform volt. A 2023 és 2027 között megvalósuló közös agrárpolitika kereteit a program megvalósításának szentelik, ennek volt része ez a Sárbogárdi Roadshow. Ebben a tudatban fejlesztik az agráriumot és az élelmiszer előállítást, őrzik a teremtett világ természeti értékeit, illetve a vidéken élők számára is jobb életminőséget tesznek lehetővé. Ezen a roadshow-n Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke is beszédet mondott. Az elmúlt időszakban a közös agrárpolitika változása az arra irányult, hogy lehetőleg nem az elért maximális hozamokra törekedtek, hanem mondjuk, és engedjenek meg nekem egy becslés, de ez egy korrekt és józan becslés, ha mondjuk a világ összes olyan intézkedését, az ipar, az állam, mindent beleértve, a környezetszennyezést, az üvegházhatású gázok, az UHG gázoknak a káros hatásait, ha nézzük, hogy hol mennyi termelődött, mennyi káros hatás keletkezett, akkor az Európai Unió körülbelül 10%-ban felelős azért, ami van ma a klímával. És körülbelül 60%-ot akarnak ránk nyomni, hogy ezt mi viseljük el. Ilyen viták zajlottak, na most gondolják, csak azért hoztam szóba, gondolják végig, hogy most, amikor a Fekete-tengeren megszűnt a kereskedelem, Ukrajnában a 44 millió hektár kiváló minőségű szántóföldön nincs gabonatermesztés. Oroszország ebbe az irányba leállította az exportját. Gabonában, napraforgóban, hadd ne soroljam, ugyanez Ukrajnára vonatkozik, hogy nem tudnak termelni. És most az a kevés gabona, ami tud mozdulni, az a Fekete-tenger vidékéről feljön vasúton, majd Záhonyon keresztül megy le Konstancába. Hát elég nehéz logisztika, és nem véletlen, hogy nyilván ez az árakban is megnyilvánul. Most csak egy számot hadd mondjak önöknek. A világ gabonatermelésének 30% ebben a két országban történik meg. 30%-a. Na ez egy nagyon kemény, nagyon erős, nagyon durva hatással van az árakra is, mindenre. Nyilván majd a közgazdászok hada, és nagyon bízunk benne, hogy közgazdászok, politológusok majd kielemzik egy későbbi időszakban, amikor már ez az egész történelemmé válik, hogy tulajdonképpen mi miért következett be. Mi ma csak egyet tudunk, hogy ennek a háborúnak az árát egyelőre velünk akarják megfizettetni. Mi pedig ezt nem akarjuk. Mi semmi más nem akarunk, mint békét, nyugalmat, építkezést, rendezett családot és nemzetépítést. Úgy, hogy közben azok, akik rászorulnak, azoknak segítünk. És nem nézzük, hogy ukrán, orosz, vagy bármi más nemzetiség, vagy éppen külföldi diák, akik Ukrajnában tanultak. Tudják, 4 napot töltöttem el eddig, amióta kitört a háború, közvetlen a határnál. Kárpátaljai barátaink jöttek át, jönnek át, a mai napon például 2 kamion vetőmagot vittünk le. Ma adtunk át 2 kamion vetőmagot, mert legalább a kárpátaljai magyar emberek tudják a földjeiket megművelni és bevetni. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt az adományt, amit adott, de ha véletlen valaki úgy gondolja, hogy még szeretne segítséget adni, nyújtani, hogy mi adhassunk, mert higgyék el, az utolsó szemgabona is oda jut, vagy az utolsó fillér adomány, ahova szánták. Erre azt gondolom, hogy mi eddig is garancia voltunk, és azok is maradunk. Kamarával összefogva nagyon intenzíven dolgozunk ezen. Tehát megpróbálunk minden segítséget megadni, már az ősszel is a vetőmagot, a második szaporításra fokú búza vetőmagot mi vittük, tehát
ott már azért ez legalább földben van, és még volt szerencsém ősszel megnézni, hogy ki is kelt, és nagyon szép. Tehát miért mondom el mindezt? Tudják, azért mondom el, mert nekünk most az a legfontosabb, hogy a hozamokat tudjuk növelni. Hogy minden lehetőséget kihasználjunk. Hát hála jó Istennek, hát nem én hoztam az esőt, mint ahogy képviselőtársam mondta, hogy nem is ő hozta, de tudják, olyan öröm volt végre úgy kiszállni, hogy ázunk, csak nem eléggé, még legalább vagy két napig így szép csendesen esne, aztán valamennyit visszapótolna. De a klímaváltozás sajnos itt van, érzékeljük, tudjuk, és nekünk erre be kell rendezkednünk. Ezeket a munkákat megkezdtük. Ezek a folyamatok zajlanak. Egy átgondolt, profi, magyar, agrár, élelmiszergazdasági stratégia zajlik ma is ennek a megvalósítása és a jövő tervezése. Most nemrég, amikor a Hungexpón volt a gazdakongresszus, talán többen vannak itt a teremben, akik részt vettek, azt gondolom, hogy érzékelhették, hogy Magyarország miniszterelnöke érzi a vidéki emberek helyzetét, gondolatait, szándékait, és mi több nem csak érzi, hanem azonosul is vele. És nekem az a meggyőződésem, hogy még jelentős mértékben tudjuk az agrárkibocsátást növelni. Miniszterelnök úrnak azon a napon adtuk át Magyarország további vízgazdálkodási és vízhasznosítási rendszerének fejlesztésére irányuló, a valamennyi magyar mértékadó szakember véleményét tartalmazó javaslatunkat. Össze tudtuk tenni a hátunkat, érdemben le tudtunk ülni, megvizsgáltuk az erőforrásainkat, hogy mit tudunk tenni, hogyan tudunk tovább lépni, és mindezt megint azért hozom ide egy Európai Uniós fórumra, vagy többek között most az én napirendem ez, mert hogy, tudják, most zajlik a víztestek minősítése, a VGT3. Most vizsgálják az Európai Unió szakértői, hogy akkor most Magyarországon mennyit lehet öntözni, mennyit nem. Mennyit lehet a talajvízből öntözés céljára hasznosítani, mélyebb rétegekből aztán végképp nem. És mennyit lehet felszíni vízből. És tudják, az a helyzet, hogy egy kemény iszabirkózás zajlik a bizottsággal, mert hogy most ők úgy gondolják, hogy Magyarországon amennyit eddig öntöztünk, annyit lehet, aztán tovább nem. Na, mi ezt nem tudjuk így elképzelni, természetesen felszíni vizekből kívánunk öntözni, és nyilván jelentősen növelni kívánjuk a felszíni vizekből történő öntözött területek arányát. Mert hogy ez a jövő, ezen mi nem tudunk és nem is akarunk változtatni. Tehát visszatérve, igen, az erőforrásainkat ki akarjuk használni, igen, minden körülmények között növelni akarjuk a hozamokat. Visszatérve a gabonára, tudják, nem akarom megkerülni, volt egy intézkedés, ami azt vonta maga után, hogy az exportot a kormány kontroll alá helyezte. Nem megakadályozta, nem megtiltotta, kontroll alá vonta. Miért? Azért, mert, mint ahogy az előbb mondtam, a ukrán gabona nem tud piacra kerülni. Ukrajnában nem terem az idén. Észak-Afrikát, Közel-Keletet nagy részt ezzel a gabonával látták el. Óriási kereslet, növekedés van. Tehát ugye szeme lesz a gabonának ebben az esztendőben is. Én nem tudom és nem is akarok senki helyett gazdasági döntést, befolyásoló gondolatokat ébreszteni, csak én azt mondom, hogy majd figyeljék a híreket, és hozzanak jó döntést a saját gazdaságukkal kapcsolatban. Egy biztos, a tényeket látjuk, hogy a komoly gabona hiány van. Na most hirtelen olyan kereslet indult meg, olyan vákum, hogy a piacról kiszippantották volna szinte a gabonát a magyar piacról. Belső ellátásról gondoskodni kell, ez az állam feladata. Az állatállomány takarmánnyal való ellátása, ez az állam feladata. Tehát a magyar kormány nem tett mást, mint azt, hogy
az export esetében bejelentési kötelezettséget ért elő, de eddig még minden egyes exportálni kívánó, akinek szerződése volt, megkapta az engedélyt 48 vagy 72 órán belül, az én információim szerint. Lehet, hogy a kezdet-kezdetén volt mondjuk egy hét, de nyilván ez, amíg valami egy rendszer elindul. Azonban azt kell látni, hogy a magyar kormány nem tiltotta meg, tehát az uniós törvényeket, jogszabályokat nem sértettük meg, tehát a tőke, az áru és a munkaerő szabad áramlás, ez a hármas nagyérték, ez megvan. A kormány azt mondta, tudni akarom, és amennyiben szükségem van, itt akarom tartani a gabonát, akkor élek elővásárlási jogommal, és a szerződésben szereplő áron megvásárolom. Ez történt. Ennyit kellett a gabonáról mondjak, és akkor térjünk át egy másik, ami szintén nagyon neuralgikus pont, az üzemanyagok kérdése. Tudom, és mielőtt az uniós támogatási rendszerről beszélnék, azt gondolom, hogy ez olyan aktuális ügy, amiről kell egy fórumon szólni már az elején. Igen, komoly gond volt, mert elindult egy hisztéria keltés, hogy nincs üzemanyag. Emlékeznek még, amikor a pandémiás, tehát ez a járvány kitört, és amikor az emberek megrohanták az áruházakat, mi történt? Én meglepődtem, beléptem, és üres polcokat láttam az áruházban, hogy ritkán megyek vásárolni, véletlen valamit akartam venni. Üres volt a polc. Majd, ugye nyilván médián keresztül hitelesen kiálltunk, és elmondtuk, hogy a raktárak tele vannak emberek, de kiszállítani nem lehet, hát olyan intenzíven a vásárlók ürítik le a polcokat. Nyugalom, csak annyit, amennyi szükséges, hisz van egy rendszer. Üzemanyagok terén mi történt? Magyarországra járt Közép-Európa üzemanyagot vásárolni. Ársapka 480 forint. Hát ez nagyon kedvező volt, az összes külföldön mozgó kamion, az összes átutazó kamion az mind itt vásárolt. Nyilván a külföldiek, a határmentiek főleg aztán megrohanták a magyar kutakot, sőt megindult a benzinturizmus, tehát itt intézkedni kellett. Nyilván mi pedig a magunk részéről azon voltunk és nyomultunk, hogy de a gazdáknak szükséges az üzemanyag, jön a tavaszi munkacsúcs, el kell látni. Nyilván hatalmas vita, néhány napon belül az üzemanyag mennyiséggel egyébként sem volt gond. A kiszállításoknál volt szállítókapacitás, megoldottuk, újabb kapacitásokat léptetett be a MOL, illetve súlykorlátozást eltörölték, tehát full tankkal mentek. Nem volt mese, különleges, rendkívüli helyzet, rendkívüli megoldást igényel. Summa summarum, most mondom, ami a vége per pillanat, ahol ma tartunk üzemanyag esetében, ez is egy mai döntés, tehát remélem, hogy talán valamit segít. Most annyi történt, hogy a kutakon, ha mondjuk az erdészek vinni akarnak kannába, akkor el tudja vinni 400, tehát ársapkával ellátott áron üzemanyagkannába a 20 liter üzemanyagot, hogy a motorfűrész működjön. A gazda ember, ha traktorral odamegy, eddig szabályozták, hogy 100 liter, 200 liter, ki hogy alakult, most ez megváltozott. Tehát az van kiadva a kutaknak, mai napi döntés, hogy full tank, tehát ahogy oda megy, 480 forintos áron teletöltik a tankot. Viszont elvitelre már csak kereskedelmi áron. Tehát ott már, tehát itt is a gazda oda megy, a nagynyomású kútfejről álsapkával állatott, tehát 480 forintos áron a nagynyomású kútfejjel a traktort meg tudja tankolni fullra. Elvitelre, nem elvitelre, már csak a kereskedelmi áron. És elvitelre, mondom, legfeljebb a 20 literes kannába lehet, ami egyéb célra. Tudjuk, hogy ez egy rendkívüli helyzet, azt is tudjuk, hogy sokkal jobb lenne nyilván egy kedvezőbb korábbi árat megtartani. Azonban azt is látni kell,
hogy a környező országokban hogy állunk. Engedjenek meg néhány számot, ha csak a számok ezek ugye tények. Ausztria 682. Bocsánatot kérek, ez a március 29-i árfolyamon számolt üzemanyag, forint rátszámítva, dízelről beszélek. Belgium 749, Csehország 703, Dánia 786, Észtország 694, Finnország 822, Franciaország 771, Nagy-Britannia 784, egy unión kívüli tagállamot is mondjak, Németország 813, 1 liter dízel 813, Olaszország 724, Portugália 706, Spanyolország 679, Svédország 940. Így nézünk Európában. Így nézünk az Európai Unióban. De nagyon szívesen bárkinek rendelkezésére tudom bocsájtani, mostani ár. Tehát azon vagyunk hosszabb távon. Ezt úgy a tárgyalások, a javaslatainkat mondom, hogy próbáljunk meg úgy segíteni, hogy a jövedéki adó mértékét próbáljuk meg úgy meghatározni a visszatérítés mértékét, hogy ne 90 liter legyen hektáronként, hanem nagyobb. Nem most zajlanak, ez még hosszú vita lesz, egyelőre most a tavaszi munkacsúcsot a mostanival tudjuk megoldani. Csak a gondolkodás irányát mondom, hogy nem álltunk le egy másodpercig sem a gondolkodásban. Az állattenyésztő gazdák részére ugyanúgy fontos lesz nagy állategységenként meghatározni, hogy mennyi kedvezmény jár, mert korábbi viták során azt mondták, ugye, még anno az előző kormányok alatt, mikor zajlott a vita, hogy de hát kérem szépen a takarmány előállításnál már megkapták. Nem kapták meg, azt a takarmányt be kellett takarítani, azt a takarmányt fel kellett dolgozni, azt a takarmányt utána ki kellett termelni és kiszállítani az állatok elé, sorolhatnám. Tehát nem, itt is van egy vita, sőt ma vetődött fel, majd meglátjuk, az egyik gazda hívott, hogy na de hát a öntözés terén is, hát az is energiával működik. Hogy mondjam, csak azt akarom érzékeltetni, hogy napi egyeztetések zajlanak, és mint ahogy látják, lépésről lépésre haladunk. Én azt gondolom, hogy Magyarország nem áll rosszul ezen a területen sem. Nos, azt gondolom, hogy kellően elment már az időkeretem, de mégis engedjék meg a következő néhány percben arról szóljak, hogy ez az egész Európai Uniós támogatási rendszer hogyan alakult. Megint visszatérek az európai parlamenti választásokhoz. Mit jelent egy választás? Tudják, akkor, amikor az európai parlamenti választás zajlott, akkor Magyarországon mi nagyon jól dolgoztunk. Nagyon eredményesek voltunk, a magyar emberek nagyon jó döntéseket hoztak, sok képviselőt küldtünk Brüsszelbe, Strasbourgba, az Európai Parlamentbe. Igen ám, de az ország méretéhez képest nem küldtünk eleget, győztek a kommunisták, zöldek és liberálisok. Mi lett a vége? Az első intézkedésük az volt, hogy együttes döntés, innentől kezdve a konkrét szakmai kérdésekben is az Európai Parlamentnek döntési jogosítványa lett. Konkrét szakmai kérdésekben. Ami eddig a bizottság kompetenciája volt. Ahol ugye az állam és kormányfők, ahol az agrárminiszterek meghatározóak voltak. Most már nem. Most már a trilógus, a fő trilógus döntött mindenben. És pontosan egy olyan időpontban, amikor a közös agrárpolitika reformjáról kellett dönteni. Mi történt? Az történt, hogy két évig ment az iszapbirkózás. Két éven keresztül. Amikor megszületett ez a döntés, amikor a bizottság első alelnökét megválasztották, Frans Timmermans nevű urat, egy holland volt miniszterelnök, a Timmermans úr azonnal első intézkedése volt, hogy bejelentette, hogy megalkották a Green Deal-t, a zöld megállapodást, ugye ennek keretében
Meghirdette a termőföldtől az asztalig, lánykori nevén az ő nyelvükön Farm to Fork, majd a biodiverzitás stratégiát. Tudják, ennek egy problémája volt. Ez az egész úgy készült el. Egyébként ennek az egész programnak jogi kötőereje nincs, nem is volt, de minden egyes döntést ebből vezettek le az Európai Unióban. A bizottság is végig csak és kizárólag a Timmermans javaslat volt a mértékadó. Ez volt a zsinór mérték. Egy dolgot nem csináltak meg. Nem készült hatástanulmány. Ez azt jelentette, hogy illetve készült, csak nem az Európai Unióban. Az Amerika Egyesült Államok Minisztériuma az USDA elkészítette a tanulmányt. Három dolgot vett figyelembe, hogy a növényvédőszer olyan mértékű csökkentése, amit ugye a Timmermans úr javasolt, az állattenyésztésben az antibiotikumok felhasználásának a csökkentése, a termőföld 10%-os kivonása és a műtrágya felhasználás 20%-os csökkentése. Ezeket a szempontokat vizsgálták, és hát ugye mi is volt ez a mérték? Egy, ugye növényvédőszerek felhasználását 50%-ban csökkenteni. Antibiotikumok felhasználását állattenyésztésben 50%-kal csökkenteni. Azért ne felejtsük el, intenzív állattartás, külön kiemelten baromfi tenyésztés. Ráadásul úgy, hogy most megint újra kitalálták állatvédők, akkor most az a ketres sem jó már, most már majd le kell tenni a tojóállományt a méhalomra, aztán majd utána rájönnek, hogy ez mégsem jó, mert a szalmonellát nem lehet kivédeni, majd akkor újra jöhet a ketres, szóval ugye ez a tipikus egyszerű tanácsadó, hogy, vagy szaktanácsadó, hogy volt még egy jó ötletem. Tehát visszatérve, termőföld kivonás. 10%-ot akartak kivonni a termőföld. Gondolják végig, 10% Magyarországon 5 millió hektár, 500 ezer hektárt kivonni a termelésből. Az előbb ugye elemeztük, hogy mi a helyzet ma. Nos, tehát meg a műtrágya felhasználás, 20%-os csökkentés. No, summa summarum, amit megállapított, nem akarom részletezni csak a végét, amit megállapított az USDA, és ezzel együtt egy időben aztán elkezdett dolgozni a Wageningeni Egyetem szakértői csapata. Azt tudniuk kell, hogy a Wageningeni Egyetem Európában a legmagasabb, a legprofibb egyetem, a legprofessionálisabb kutatók dolgoznak, külön kutatóintézete van, tehát amit a Wageningen meghatároz, az ül. Mindkét intézet egybehangzó álláspontja a következő volt: amennyiben úgy került volna elfogadásra, hogy eredetileg akarták a Timmermanszék, 12%-kal csökkenne az Európai Unióban a mezőgazdasági termelés, 12%-kal, 17%-kal növelni az árakat, mármint a költségeket, nem az árakat, a költségeket, ez szó szerinti fordítás, 20%-kal csökkenteni az exportot, 2%-kal növelni az importot, és 16%-kal csökkenteni a bruttó mezőgazdasági jövedelmet. És 71 milliárd dollárral csökkenne az Európai Unió agrár GDP-je. Na most mindezt azért mondtam el, mert ugye egyik oldalon a termelést fokozni kellene, hisz hiány van, a másik oldalon pedig lábon lőjük magunkat, és gúzsba kötött lábbal behajtanak bennünket a versenypályára, hogy fussatok. Ugyanis a Timmermans úr egyet nem csinált meg. Azt, hogy mondjuk akkor a kedves döntéshozó kollégáival abban is megállapodhattak volna, hogy a harmadik országokból az Európai Unió területére behozott termékeket is ugyanolyan ellenőrzés alá vonják, ugyanolyan körülmények között kérik előállítani, mint ahogy mi előállítjuk. Igen, de ez elmaradt. A többit, hogy tovább gondolják, hogy minek az érdekében, ezt önökre bízom. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy élelmiszer önrendelkezés, hogy önellátás, hogy amit nemzeti hatáskörben meg lehet tenni, azt megtehessük, mi amit vállaltunk, amit Magyarország vállalt, azt teljesíti, azt következetesen, de igenis, ami vitatható, ott
nem vagyunk hajlandók felvállalni és befogadni. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten, viszontlátásra!